Túlfeszültség, villámvédelem otthoni környezetben. Üdvözlök mindenkit, ez a Techinfo konyha nyelven. Sajnos már sokan megtapasztalhatták azt, hogy milyen az, ha a házba, ház mellé, a villanyoszlopba esetleg a gyenge áramot hozó, tehát az internetet hozó oszlopba belevág a villám. Ebbe az esetben ugyan egy impulzus erejéig, tehát csak egy pillanatra, de akkora feszültség érkezik a hálózaton, ami tönkre teheti a készülékeinket, és tönkre is fogja nagy valószínűséggel tenni, ha azt nem védtük meg valamilyen módon. Kis hazánkban a villamos hálózat hivatalosan 230 voltot ad készülékeinknek, melytől plusz-minusz 15-20 volttal is eltérhet helyenként ez a feszültség, attól függően, hogy milyen messze vagyunk a trafóállomástól, vagy milyen fogyasztók vannak útközben, míg hozzánk eljut ez a villamos áram, és ez a feszültség. De ha érkezik egy villámcsapás a hálózaton, valahol belevág az oszlopba vagy a házba, akkor ott több tízezer volt is lehet egy pillanatra. Ezt a több tízezer voltot bármennyire is jó védelem van, jó biztosítékaink vannak, ez olyan tűimpulzus, hogy nem is tud egy pillanat alatt leoldani a biztosíték, hanem átjön a készülékeinkhez, és a készülékeink előtt levő védelem menthetné meg ezeket, de az sem minden esetben. Így a készülékeink általában 90%-ban úgy károsodnak, hogy sajnos azt nem éri meg javítani. És ez érvényes arra is, hogyha mondjuk internet irányból belecsap a szolgáltató oszlopába, és gyenge áram oldalon jön be a túlfeszültség. Tehát nem csak a villamos hálózaton, hanem gyenge áram hálózaton is érkezhet túlfeszültség, ami tönkreteheti a készülékeinket. A másik, ami nagy problémás lehet, az a feszültség ingadozás. Tehát a készülékeinket nem csak a túl nagy feszültség, hanem a túl alacsony feszültség is tönkreteheti. Innentől kezdve, ha bármi olyan nagy fogyasztó kerül be a rendszerbe, vagy bizonytalan a hálózat, rossz minőségű vezetékek vannak, akár csak épületen belül is, olyan feszültségingadozást okozhat, amely tönkreteheti szintén a elektromos készülékeinket. Hogyan is védekezhetünk ezek ellen a túlfeszültségek ellen, vagy esetlegesen a feszültségingadozás ellen? Van egyáltalán módja? A jó hírem az, hogy van, több módja is van. Az épületnek, tehát első, az épületnek, lakásnak a távfeszültség, tehát a betáplálás irányból megfelelő biztosítékokkal kell rendelkeznie. Tehát itt érdemes odafigyelni, hogy figyeljünk arra, hogy a biztosítékok hogy vannak egymás után, a oldási sebességük, az életvédelmi relé esetleg benne van-e a rendszerbe, tehát milyen áramerősségre, milyen leoldásra vannak ezek beállítva. Nyilván, ahol bejön a fázisunk, az egy lassabban oldó, de utána, ahogy szét van osztva a ház különböző részére, ott egy gyorsabban leoldó biztosítékre van szükség. És itt esetleg be lehet építeni olyan védelmeket, amelyek túlfeszültség esetén leoldanak, tehát már lehet olyat is kapni, amit a bejövő tápirányból lehet beépíteni, de ezek, hogy mondjam, normális átlagforgalomban kicsit túl drágák. Tehát nem mindenki engedheti meg, vagy nem mindenki akar ekkora összeget áldozni arra, hogy megvédje készülékeit egy olyan ellen, ami nek elég kicsi a valószínűsége, hogy be fog következni. Igen, de ha bekövetkezik, elég drága lehet, erre viszont nem gondolnak. A másik megoldás az a túlfeszültségvédő hosszabbítók. Most már minden áruházban lehet kapni túlfeszültségvédelemmel ellátott elosztókat, hosszabbítókat. Figyelni kell, hogy a túl olcsó, ezek a gyanúsan olcsó 3-4 ezer forintosokat nem is érdemes megvenni. Tehát az olyan, mintha nem is lenne. Érdemes azt a kicsivel többet, azt a 8-10 ezer forintot rászánni, mert egy apró impulzus esetében megvédhet az a 3-4 ezer forintos, de a villámcsapás esetében ott már tényleg csak a drága eszköz védhet meg. És itt mondom gyorsan, hogy gyenge áram irányából érkező túlfeszültségre is van védelem.
Azaz, amikor beérkezik a internet a szolgáltató hálózatáról, ugye ott rácsatlakozik a szolgáltatónak valamilyen eszközére, routerére, bármire. És onnan, ha vezetékesen visszük tovább, ott az UTP, tehát a hálózati vezetékre be lehet tenni egy gyenge áramú túlfeszültségvédelmet. Ebből a legegyszerűbbek, legolcsóbbak, ezek ilyen passzív eszközök, amik tényleg működnek, már ilyen 8-10 000 forint körül kaphatóak. Tehát ez se egy hú de nagy beruházás, ezen is érdemes elgondolkozni. Viszont ha az internet wifi megy tovább, akkor nincs miről beszélni. Nem érdemes akkor befektetni ezt a 8000 forintot. Tehát ha a szolgáltató hálózatáról, tehát gyengáramú hálózatáról érkezik be internet irányból a túlfeszültség, és a szolgáltató eszközét tönkreteszi, az garanciális, tehát azt a szolgáltató ki fogja cserélni. De utána levő eszközöket ő nem fogja cserélni, ő nem fizet érte egy fillért se. Harmadik megoldás, ami otthoni környezetben már talán egy kicsit drága, tehát már érdemes elgondolkozni, hogy akarunk-e beruházni ennyit, de ez talán a legjobb. Vannak olyan szünetmentes tápegységek, amik túlfeszültség ellen is védenek. De ez a legbiztonságosabb, ha mondhatom így, mert ez egyrészt véd a túlfeszültség ellen, tehát ha érkezne egy villámvédelem, ez leord, lekapcsol, nincsen gond. Másrészt ez a feszültségingadozást is kisimítja. Azaz, ha túl alacsony lesz a feszültség valami oknál fogva, a szünetmentes tápegység bekapcsol és táplál annyi feszültséget, hogy ne érezzék meg az eszközök, és nem mennek tönkre az állandó feszültségingadozástól. Tehát, ha valaki hosszú távon értékesebb villamos berendezéseit meg akarja védeni, akkor az a túlfeszültségvédett szünetmentes tápegység, ami számára megoldást jelent. Akkor beszéljünk egy kicsit a biztosításról és a garanciáról is. Ugye a túlfeszültség esetén, villámcsapás esetén, ha a garanciális a készülék, akkor azt vissza kell vinni a szakszervizbe, és ők garanciális keretek között ezt javítani, vagy akár cserélni fogják. Figyelem, ezek a szervizek leinformálják a készülék helyének az időjárását. Tehát nem érdemes ebben trükközni, mert most már ott tartanak, hogy megnézik, hogy volt-e abban az időszakban bármilyen olyan tevékenység, ami villámlással, túlfeszültséggel járhatott, és ha azt látják, hogy verőfényes napsütés volt, akkor nyilván nem fogják érvényesíteni a garanciát, sőt, egyes üzletek még szervizköltséget is felszámítanak, amiatt, hogy ugye őket valaki át akarta venni, tehát kár érte őket, és időt szántak erre. Tehát valós kár esetén vigyük be, ne trükközzünk vele, mint ahogy szoktak néhányak túlfeszültséget imitálni bizonyos eszközökkel. A másik, amivel érdemes foglalkozni, ez a biztosítás. Tehát ha biztosításunk van a lakásra, házra, épületre, és úgy van megkötve, hogy ez a villamos berendezésekre is vonatkozik, akkor abban az esetben érvényesíthetjük a biztosító fele igényünket. És itt jön megint csak az, hogy a biztosító is le fogja informálni, hogy abban az időszakban, amikor azt mondjuk, hogy villámcsapás érte a házat, és így tönkrementek a készülékek, volt olyan tevékenység, ami villámlással járt, valamint esetlegesen ők vizsgálhatják azt is, hogy megtettük-e a kellő óvintézkedéseket. Tehát, hogy tápoldalról például megfelelő biztosítékokkal rendelkezünk, vagy nagyobb értékű gépek esetében azt is vizsgálhatják, hogy tettünk-e valamilyen védelmet a gép elé, tehát van-e túlfeszültségvédelmünk, vagy bármi. És ha nincs túlfeszültségvédelmünk, akkor előfordulhat az, hogy a teljes javítás költségét nem vállalják magukra. Tehát azt fogják mondani, hogy rendben, ennyi százalékot tudunk átvállalni biztosítás keretén belül, mert nem tette meg a kellő óvintézkedéseket a készülék védelme érdekében. Remélem, ismét hasznos információkat osztottam meg.
Amennyiben kíváncsiak vagytok a folytatásra, iratkozzatok fel. Köszönöm a figyelmet!